Zökkenőmentesen hajt el egy autós a 6231-es úton, amin Pakstól Cecéig lehet eljutni. Felújították az eddig rendkívül balesetveszélyes szakaszt, amin a paksiak eddig Nyugat-Magyarországra, például a Balatonra tudtak utazni. Paksiak szempontjából is azért fontos ez az út, hiszen ha eltekintünk a Paks 2-es beruházástól, ugye mi paksiak ezt az utat használjuk már évtizedek óta, ha a Balatonra szeretnénk menni nyaralni, turisztikai szempontból, ha ezt a Nyugat-Dunántúlt szeretnénk felfedezni. Eddig ugye egy nagyon rossz minőségű utat használtunk, nevezhetném még veszélyesnek is az út állapota miatt, most pedig egy nagyon biztonságos utat fogunk használni. Több mint 1 milliárd forintból valósult meg a fejlesztés, a forrásból 27 kilométernyi út kapott új burkolatot, 5 buszmegálló öblöt alakítottak ki, és további 3 buszmegállót hoztak létre. Megtörtént az árokrendezés, sőt közlekedésbiztonsági szempontból is történtek változtatások. Bece Szabolcs, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Tolna megyei igazgatója kiemelte, ilyenkor minden műtárgy megújul az utakon, legyen az áteresz vagy híd. Az út 3 részből újult meg, az első része a Paks táblától az autópálya, M6-os autópályáig, az a Közép-Dunamenti térségfejlesztésnek a keretéből újult meg. Az M6-os autópályától a megye határig, az pedig a Tolna megyei terület és településfejlesztés operatív program terhére valósult meg, illetve az előző évben a Fejér megyei szakasz, az pedig szintén terület és településfejlesztés operatív program keretében valósult meg. Az átadón Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett, aki azt mondta, Paks 40 kilométeres körzetében az elkövetkező időszakban szinte minden út megújul. Így például a Nagydorogi út, vagy éppen a Madocsától Dunaföldvárig vezető út is új burkolatot kap. A paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódva pedig új utak épülnek. További 18 útnak a tervezés engedélyezése történt meg a múlt évben. Előzetes közbeszerzések lefolytatásra kerülnek, most vannak a véglegesek. A forrás már a közút kezelőnél ott van, itt 32 milliárd van. Most ebbe az évbe ütemezve. A terület és településfejlesztési operatív program forrásainak elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés alelnöke az átadón kiemelte, a program folytatódik a jövőben. Az elmúlt ciklusban 27 milliárddal kezdtük, most már 37,5 milliárdnál tartunk, amit sikerült a megyére költeni az elmúlt fejlesztési időszakban. Most úgy néz ki, hogy 47 milliárddal kezdünk, és reméljük, hogy nem ez lesz a vége, hanem ezt még ki tudjuk bővíteni. Ebből a forrásból bővítik a Tolna megyei úthálózatot, kerékpárutakat építenek, csapadékvíz elvezető rendszereket hoznak létre, továbbá energetikai fejlesztéseket hajtanak majd végre.